Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, legfontosabb híreinkkel kezdünk. Korszerű gyermekbarát rendelő sátorolja új helyen. Ponthatárok. Az elmúlt tanévhez képest kétszer annyi hallgató tanul majd a Sárospataki Főiskolán. 60 évesek lettek. Jubileumi gálaműsorra készül a Bodrog Néptánc Együttes. Megújulnak a Sátoraljaújhelyi Egészségház gyermekorvosi és védőnői tanácsadó rendelői. A Sátoraljaújhelyi Önkormányzat Európai Uniós támogatásból mintegy 60 millió forintból építi át a rendelőket. Az akadálymentes közlekedés biztosításán túl korszerű várótermeket és rendelőszobákat rendeznek be a régi épületrész helyén. Ide költözik majd az orvosi ügyelet is, amely most átmenetileg a kórházban működik. Üresek a házi gyermekorvosi és védőnői szobák a Sátoraljaújhelyi Egészségház épületében. Ez is jelzi, hogy hamarosan elkezdődik a Sátoraljaújhelyi Egészségház ezen részének a fejlesztése. Ráfér az átépítés a legkisebbek ellátását biztosító helyiségekre. Az épületben a kisebb-nagyobb karbantartásokon kívül hosszú ideje nem volt pénzfejlesztésre. Nehézkes volt a babakocsis közlekedés, és a várótermek berendezése is elavult már. A gyerekek is, az anyukák is, az apukák is úgy érezhetik, hogy kulturált várótermekben, jól berendezett, jól felszerelt rendelőkbe jönnek. A védőnöknek pedig egy régi igénye volt, hogy egy olyan védőnői szoba kialakítást legyen, ami mindenkinek megfelel, azoknak is, akik ide ügyfélként jönnek, és azoknak is, akik itt dolgoznak reggeltől estig. A beruházás közel 60 millió forintból valósul meg, 58,5 millió forintból valósul meg. Ebből a pénzből az érintett rendelőkben eszközfejlesztésre is futja, és megújítják az egészségház belső udvarát is. Valamint ide költözik majd az orvosi ügyelet is, amely most átmenetileg a kórházban működik. Megkétszereződött a leendő első éves hallgatók létszáma az Eszterházy Károly Főiskola Comenius karán. A csütörtök este kihirdetett felvételi ponthatárok után kiderült, míg az elmúlt tanévben 63, idén szeptembertől 138 hallgató kezdheti meg tanulmányait Sárospatakon. A Comenius karon további hallgatókat is várnak, az intézményen belüli átjelentkezések és a még előttük álló pótfelvételik miatt. Csütörtök este több tízezer fiatal és szülei izgultak, sikerült-e a felvételi valamely hazai felsőoktatási intézménybe. Ezen az ajtón, amely az Eszterházy Károly Főiskola Comenius karának bejárata, szeptemberben 138-an léphetnek be első évesként. Ez a létszám több mint kétszeres növekedés jelent az elmúlt évhez képest. A felsőoktatási szakképzésben 220, alapképzésben 260 volt a minimális ponthatár, közölte ma reggel a kari dékán dr. Kelemen Judit, azt is elmondta, egy éves oktatásfejlesztési munkájuk meghozta a gyümölcsét. Összesen az idén 138 elsőéves hallgatót kezdheti meg nálunk tanulmányait, a tavalyi 63-mal szemben. Nappali tagozaton 58 hallgató, a tavalyi 39-el szemben, levelezőn 80, a tavalyi 24-el szemben. A felvételi adatokból kitűnik, hogy a hagyományosnak mondható pataki képzések megerősödtek. Nappali tagozaton óvodapedagógus 27, levelező tagozaton 36 lesz, tanító nappali tagozaton 11, levelezőképzésben 15. Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésünk, ami tulajdonképpen egy megújult képzésnek tekinthető, hiszen korábban felsőfokú szakképzésként hasonló néven és hasonló tartalommal már működött. Ezt is most újra tudjuk éleszteni, és van egy teljesen új felsőoktatási szakunk, a turizmus vendéglátás, amely nappali tagozaton 13 fővel, levelező tagozaton jelenleg 5 fővel, épp a minimális létszámmal elindítható. Szintén új szakként indulhat a tanári mesterképzés, pedagógia, tehetségfejlesztés, család és gyermekvédelem területen összesen 16 fővel. A dékán azt is elmondta, a megújulás részeként a humán erőforrás fejlesztése is folyamatban van. Elsősorban Sárospatak és Sátoraljaújhely vonzás körzetéből próbálunk megszólítani minősített, illetve minősítéshez közel álló embereket. Úgy tűnik, hogy néhányukat sikerül is alkalmazni már ősztől. Ez mindenképpen egy újabb előrelépés az oktatói humán erőforrás gazdálkodás kapcsán.
Számos hazai és nemzetközi fellépés, több száz tag, több tucatnyi minősítés jelzi a Bodrog Néptánc Együttes 60 éves működését. A hétvégi jubileumi gála előtt több hetes szervezésen rengeteg próbán vannak túl a tagok. A művelődés háza és könyvtárában valamennyi korosztály képviselteti majd magát az együttes életéből. Az alapító Sipos György előtt tisztelegve pedig egy emléktáblát is felavattak a Makovec téren. 1954-ben alakult meg a Bodrog Néptánc Együttes. Sipos György akkori tanítóképzés tanár volt az, aki a sport mellett a tánccal is foglalkozott, és hozta létre a ma már nagymúltú együttest. Hétvégén szombaton este tartanak egy jubilómi gálát a művelődés házában, melyen az alapítók, akik ma 70 év körüliek, már csak mint nézők, de az utánuk következő generáció táncosként is színpadra állnak majd. A próbák hetek óta zajlanak, hogy minden rendben legyen a gálára. A felkészülés sokaknak nosztalgikus is, a nagy sikerek és élmények újra előtérbe kerülnek. Tulajdonképpen hát eredményeket lehetne mondani, hiszen voltak aranykettes minősítéstől kezdve mindenféle minősítése volt, aranyminősítése az együttesnek, meg voltak nagyon sikeres külföldi utak, tulajdonképpen szinte az egész világot bejárták, az együttes tagjai nyilván ez alatt a 60 év alatt nagyon sok felé eljutottak, de én azt mondom, és valószínűleg a többiek is így nyilatkoznának, hogy szerintem az a legnagyobb büszkeség, hogy még él ez a dolog. A jubileumi gála műsorban több híres koreográfiát is láthat majd a közönség. A Bodrog Néptánc Együttes 2000-ben ketté szakadt, azóta is így működik. A jubileum azonban bizonyította, hogy a szakadás ellenére mindannyian bodrogosok. Közös gyökerekből indult el ez az együttes. Ugye ezekből a gyökerekből már a több olyan művészeti iskola van Sárospatakon, ahol néptáncoktatás folyik, több ifjúsági csoport, gyermekcsoport működik, és működik két felnőtt együttes is. Én azt gondolom, hogy mindannyian azért dolgozunk, hogy ez a két együttes egy színpadon a régi táncosokkal együtt egy nagyon szép jubileumot ünnepeljen meg. A megye második legrégebbi csoportja a Bodrog Néptánc Együttes 60 éves jubileumi rendezvényének keretében az alapító Sipos György előtt tisztelegve a Makovec téren egy emléktáblát is felavatnak szombat délután 16 óra 30 perckor. A Városvédő és Szépítő Egyesület képviselője is részt vett azon a sajtótájékoztatón, amelyet a helyi civil szervezetek tartottak az önkormányzati választás előtt. A 25 éve a lokál patriotizmus támogatására létrejött egyesület tagjai a jelenlegi városvezetőt támogatják az őszi helyhatósági választásokon, jelentette be a szervezet elnöke. Fényes Újhely és Rákóczi vetélkedő. Ez a két rendezvény szorosan kapcsolódik a Városvédő és Szépítő Egyesülethez, amely civil szervezet 25 éve alakult a városban. Tagjai olyan sátoraljaújhelyi emberek, akik már 25 éve is a város fejlődéséért, kulturális és építészeti értékeinek megmentéséért tevékenykedtek. Az önkormányzattal való együttműködésük is hosszú távra tekint vissza. Munkájukat mindig segítette a jelenlegi polgármester is. Ezért is támogatják a következő önkormányzati választáson, mondta el Brőz Gyula elnök. Utóbbi időben nagyon jó kapcsolat alakult ki a Sátorai Város hivatallal és a város polgármesterével. Ezt bizonyítja az is, hogy minden rendezvényünkön a polgármester úr részt vesz, beszédet mond, elismeréseket ad át a díjazottaknak. Ilyen rendezvényünk a Fényes Újhely és a Rákóczi vetélkedő, amely nagyon jól prosperál Sátoraljaújhelyben, és nagyon jól illeszkedik bele Sátoraljaújhely kulturális életébe. A helyi értékvédelem ma már nem képzelhető el a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület nélkül. Olyan rendezvények köthetők a nevükhöz, amelyek nem csak az itt élőknek, de a határon túli magyarságnak és az ott élő fiataloknak is fontos, mondta Szamosvölgyi Péter polgármester. Jó érzés az, hogy ez a komoly szellemi kapacitás, ez felzárkózik és támogat a polgármester választáson, és én is szeretném kérni őket arra, hogy úgy, ahogy eddig, úgy ezután is, a választások után is együtt tudjunk működni. A héten Áder János államfő kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját. Október 2. vasárnapján, vagyis 12-én szavazhatnak a helyi döntéshozókra a választók. Nyári napközikkel segítik a szülőket a sárospataki történelmi egyházak.
A programokat úgy szervezték meg, hogy a táborok egymást kövessék, így 3 hétig tudtak besegíteni a gyermekek felügyeletébe. A görög katolikus egyházközség programjain kirándulnak, énekelnek, játszanak a gyermekek, de vannak erkölcsi és vallási témájú beszélgetések is. Az idei foglalkozásokon a jó és a rossz között segítenek az ifjú lelkeknek eligazodni. Gyere velem, Márna, Zsófi és Mamát! Rajta! Évek óta tartanak nyári napközit a Sárospataki Történelmi Egyházak. A római katolikus programot követően a következő héten elkezdődik a görög katolikus egyházközség 2 hetes tábora, így 3 hétig kisegítik a szülőket. A nyári táborozás ezen formája nagyon sikeres, ezt a gyermekek magas létszáma is jelzi. Nagyon jó, hogyha a szülők munkában vannak, és a gyermekeiket közben ide beadhatják a nyári napközibe. A nyári napközinek a menete, tartalma az mindig valamihez kötődik, kötődik egyfajta vallásos cselekedethez. Most az idén az arról beszélünk, hogy aki szeret engem, az megtartja a parancsolataimat, gyermekek nagyjából olyan 8 év körüliek a zöme a gyermekeknek, és ez az a kor, amikor a jó és a rossz között különbséget tudnak tenni. A programokat, foglalkozásokat és játékokat is ezért a jó és a rossz közötti különbség megismerésére, megtapasztalására alakítják ki. Az állandó felügyeletbe önkéntes fiatalok is besegítenek. Katalin saját tapasztalatait is felhasználja, hiszen évekkel ezelőtt még ő maga is a napközi vendége volt. Én igazából egy kis csoportnak vagyok a vezetője, ez azt jelenti, hogy ha eszünk, tehát 10 óra ízunk, ebédelünk, uzsonázunk, akkor én segítek a gyerekeknek, öntögetek nekik innivalót, kezükbe adom az ételt, valamint hogyha csoportos játékok vannak, akkor az én vezetésemmel játszunk. A gyerekek pedig jól érzik magukat a napköziben, erről beszéltek hírműsorunknak. Én is kézműves foglalkozáson szoktam részt venni, kirándulni szoktunk, imádkozni és egy kicsit tanulni is. Hát itt már régóta vagyok, és szoktunk imádkozni, énekelni, játszani sokat, udvaron szoktunk még játszani, hát mi fogócskázunk, meg szoktam, hogyha unatkozok, akkor néha bowlingozok, meg például rajzolok, meg például szoktunk kézműveskedni. Hát én egy éve, mármint úgy, hogy tavaly is voltam, és szoktunk ugye kézműveskedni, sok szép dolgot szoktunk még csinálni, énekelünk, imádkozunk. A nyári napközit ingyenesen biztosítja a görög katolikus egyházközség, rendszerint a februári farsangi adományozó bálon egy külön keretösszeget különítenek el a nyári programok megtartására. A Szerencs-Ont határában található Árpád-hegyi horgásztavon szervezték meg az idén a 3. Finkelt Bojlis kupát a sátorajaújhelyi horgászok, Balogh Bálint Csaba és Zsóri András. A rendezvény célja a horgászat sportértékének bemutatása, a fogd meg és erezd el gondolkodásmód terjesztése a horgászok között. Meglehetősen rossz időt, napokig tartó folyamatos esőt fogtak ki a 3. Finkelde Bojlis kupa versenyzői. Talán ez is közrejátszott abban, hogy az idén csak 4 csapat indult a megmérettetésen. A többiek visszaléptek, nem vállalták az ord időjárást. Sajnos 2 csapat nem tudott részt venni a találkozón, de így is nagyon jól sikerült érzésem szerint. Hát az idő sajnos, mint mindig, esett, zuhogott 3 napig. Kitartottak a csapatok, minden elismerésem az övék. Nagyon-nagyon gazdag halban ez a tó. Örülök neki, hogy erre a tóra esett a választásunk. Az Árpád-hegyi tó ideális helyszín az ilyen nagyszabású rendezvények szervezésére is. Nincs zsúfoltság, a víz pontjállománya igen gazdag, nem ritkák a 15-20 kg-os példányok. Ezek kifogása emlékezetes élmény marad minden horgász számára. 2006 áprilisban nyitottunk meg. Hát a halállomány az vegyes, nagyon sok minden van, ez látja a verseny is. Látszik a versenyen is, hogy azért sok nagyokat fognak, 10 pluszosokat. Mindenféle hal van benne, sajnos van egy pár harcsa is, ami nem kellene, de hát nem tudjuk kifogni.
A harmadik Finkelde kupára Szlovákiából, Sátoraljaújhelyből és Sárospatakról érkeztek csapatok. Az ötnapos megmérettetésen összesen 187 darab 2 kg feletti halat fogtak a versenyzők, 939 kg összsúlyban. 17 darab 10 kg feletti halat sikerült fogni a csapatoknak, ez rendkívüli teljesítmény, 930 kg. Az összfogás a négy csapatnak, ez szinte hihetetlen számomra is, a tógazda is nagyon örült ennek az eredménynek. Reméljük, hogy jövőre is sikerül megrendezni legalább egy ilyen színvonalas verseny. A harmadik Finkelde Boilis versenyt az idén a szlovákiai Carp Team csapat nyerte 307 kg kifogott hallal. Nem először vagyunk itt, hogy őszintén megmondjam, de mindig szívesen jövünk. Ha lennénk is időnk, akkor mindig erre a tóra jövünk. Kitűnő tó, nagyon meg vagyunk elégedve. Egy iránt a halakkal is, és másrészt az egész szervezéssel, mindennel. A második helyen a sátoraljaújhelyi Bodrog Carp Team végzett. Hát jól éreztük magunkat, csak az eső nem kellett volna, mert kicsit megnehezítette az egészet. A harmadik pedig a Keszek Team lett Sárospatakról. 10.45-ös volt a legnagyobb, azt én fogtam tegnap este. Igazából nagyobb nálunk nem volt, rengeteg volt, 8-9 kilós, de a 10 fölöttiek nem jöttek most igazán. A negyedik helyen pedig az ugyancsak Sárospataki MOL Tag Team végzett. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Korszerű gyermekbarát rendelő Sátoraljaújhelyen. Ponthatárok. Az elmúlt tanévhez képest kétszer annyi hallgató tanul majd a Sárospataki Főiskolán. 60 évesek lettek, jubileumi gálaműsorra készül a Bodrog Néptánc Együttes. Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszontlátásra!